Cashfit Zsomacos termékek a videósbolt.hu per Zsomac oldalon, link a leírásban. Sziasztok srácok, Iklási Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És őszintén szóval már nagyon vártam azt, hogy végre hazaérjek, és felvessem ezt a videót. Ugyanis láthatjátok, hogy 322 darab XP kell a level 12-höz, és nézzétek meg, hogy ez az egyik másik deck, amit szoktam használni, és mennyit kapok ebből a frissítésből, vagy upgrade-ból, 600 XP-t, tehát megvan a level 12. Oh my god, úristen, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta várok erre, és végre meg lesz 12-es szint, ugye ezt videóba akartam látni, úgyhogy nyomjuk. Ó, 6-os tornádó, ennek amúgy nagyon örülök, és Ez az, úristen, ez srácok, egy akkora plusz segítség, hogy ez valami hihetetlen. Tehát, hogy 12-es szintű vagyok, sokkal erősebbek a tornyaim, sokkal könnyebb, és 80 ezer. Hú, mi lesz az összes tornyaim, szerintem sosem leszek maxos szintű, nem mindegy, majd egyszer maxos leszek. Mindegy, most lettem 12-es, nagyon-nagyon régóta 11-es szintű vagyok, tehát hogy azért ez elég sokáig tartott, és amúgy voltak itt ezek a boostok, amiket meg lehetett venni, hát megvettem mind a hármat, hogy kipróbáljam. Őszintén szólva, a chest, ez ugye 7 napig aktiválódnak és 300 gembe került, nem nagyon értem meg őket. Ez az egyik, ez, ami azt jelenti, hogy a chestek fel annyi idő alatt nyílnak ki. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi kártya és gold van a crown chest, ez pedig azt jelenti, hogy minden nyerésért 300 goldot kapunk pluszba, azt hiszem napi 10 lehet, hogy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, és hát menjünk és játsszuk, és nézzük meg, milyen level 12-esként játszani. És amúgy közel volt a telefonom, a mikrofonhoz remélem nem rezonált be. Légy színe, rezonálj be. Mert ezt így nem látom a hangsávban, mert valami más frekvencián fut. Vagy én tudom is én. Na, whatever. Mármint ez a neve, ó, de jó az a level 12, de jó. És ugye a boostot majd meglátjátok, hogy hogyan működik. Így, ni. Hát az jó volt. Sokat sebeztem a tornyába, szerintem. Szerintedek is? Na nézzük, mit tudsz, szerintem azt a packet leszedem. Az IS-aimmal? Igen, az IS-aim pedig maradtottak volna még jobban életben, hogy a torony segítsen, de nem hagyom annyiban ezt az egészet, mert Hog és Knight meg valószínűleg logozni fog, de még nincs neki, hanem barbárokat rak, én arra Firebolt rakok, ő arra mit rak, nem tud semmit rakni, az Archerim szinte kivégzik a barbárokat, és szegény sír. Sír, én pedig nem tudom, hogy mit csináljak, mert nem tudom, milyen kártyája van. Most nem tudom, miért kommentálok így, kicsit túl sokat beszélek, lehet, hogy nem kéne, nem baj, azért ennyit nem szoktam sokat beszélni, pedig amúgy is sokat beszélek. Nézzük, mit csinál. Na. Most már sokkal jobban tetszik ez a game, ugyanis vezetünk jóval, most már kicsit sebeztem a tornyába. Úgyhogy, hát nézzük meg, mit akar a pekka mögé, remélem három muskétást. Ups. Azt azért szépen kinyírtuk. Jó, azért annyira vészesen nem sebzett sokat szerencsére. És elnyitom a Hogridert, és készülök Fireball-lal, mert ugye rakhatja le a barbárokat. A becceket nem kellett volna. Butaság volt, 13-as barbárok, azok elég királyok. Ja, nem kellett volna a becceket lerakni. Na, ez spirited adokot. De amúgy ezt nem értem. Pekka Royal Giant. Ez mi? Jó, ez tetszik. Aha. 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 Az a Royal Giant, no. Nem hiszem el.
Ne! Nem volt good game. Undorító. Na mindegy, majd azért igyekszem bemutatni azért a boostokat is. És amúgy azért ilyen lila a crunchestem. És majd látjátok, hogy kapni fogok ilyen bónuszt. Na nem baj, nem baj. Első 12-es meccsomat elvesztettem. Sok sikert kívántam neki. Nem baj. Egy meccs nem a világ vége még. Aztán most elvesztem neki még 3-at. Bum. Tudom, hogy nem öli meg. De én úgy gondoltam, hogy ilyen szükség van. Nem jutok be elé. Elpadatot. Úristen. Ez az. Yes, boy. Yes, no damage. No damage at all. Na, nem tudod hozzáni a tornunkhoz. Én is csak... nekem mi bajod van? Haha! Haha! Én ezt nem értem, mi volt ez, de beaktiválta a King távolunkat. Igazából lehet velünk van. Most van ilyen, hát ez jó. Oké, Canon, jó. Fireball. Supi. Supi. És így, hogy be van aktiválva a King Tower, amúgy sokkal könnyebb a graveyardos játékosokat kivédeni. És amúgy, tegnap felkerült egy kérdezfelelek videó csatornán, ha nem láttad, akkor még csekkod, mert szerintem nagyon jó lett. Több mint 2 órát dolgoztam a vágással, de remélem megérte, és remélem, hogy kézzel fogható az eredmény, tehát, hogy sokkal jobban élvezhető szerintem így. Egy kérdezfelelek videó, hogy ennyire meg van editelve, ki vannak vágva a felesleges részek, amikre nincs szükség, szóval szerintem elég király lett, úgyhogy ha még nem láttad, akkor mindenféleképpen nézd meg. Jó, lerakja a Wizardot. Ja, hogy van kell mondani, ups. Ezt el is felejtettem. Ups, lol, beleraktam. Ragd már le! Yes! Haver! Ezt elrontottad, halál, wow, poisonja is van, és freeze-je is van. Ez úgy érdekes, no way, not today. Ez nem láttam még ilyet, hogy Graveyard Freeze és Graveyard Poison is egybe. Are you? Nekem így is jó. Nem akarta magát hagyni. Érdekes, de ki volt, inkább rossznak mondanám. Amúgy... megvan ez egy... pont elszkippeltem a cuccot. Na mindegy, mi ez? Menjünk. Én szívesen menné ide. Nem így van. December 3. Nem érek rá sajnos. Meg nem is mehetnék ki valószínűleg. Meg ez nem így van. Szóval, hét szuperccel nem akartok meghívni. Oh yes. Oh yes, boy. Yes, boy. Yeah. Yes. Nem, most nem indítok el. Szerintem, mivel gólemet láttunk, és
és mi ez? Minion hordot, ezért azt feltételezem, hogy három muskétás is van. Sajnos, ami nem jó hír, persze. Shit. Mi volt ez? Mi volt ez? Pumpálni fog. Kockáztatni kell. Ó, nem, erre nem akarok semmi. Még egy hit. És van minerje is. Muszáj volt, jó. Jó, szépen lassan. Addig simán visszapörgetek a... Így akkor meg direkt az átcsereket. Ide is oda is jusson a jobból. Elcsesztem! Nagyon elcsesztem. Nagyon elcsesztem. Nagyon elcsesztem, Jesus! De mindjárt ragle. Nem ment meg. Istenem, úristen, de elrontottam. Nagyon elrontottam. Úristen, miért? Zsomac, miért? Miért? Ups, nekem egy cannont kéne lerakni. Mármint, áj! Ezt az éjében volt. Éjében. Nem hiszem el. Egyezett egy kígyó. Mert milyen nagy spellje volt, zapja volt. Hát jól nyomta. Gólem 3 muskétás, Jesus, nagyon kemény, egy 8 és egy 9 elixíres kártya. Beteg, én azt mondom, aki endekkel nyomul. Hát levert, szóval nem tudom. Amúgy volt ugye ez a videó, ez a vak deckmásoló kihívás. Ebből szerintem majd valamikor lesz második rész, de lesz egy olyan is, amikor challenge-ezni fogok, és mindig az ellenfelem deckével fogok menni. Tehát ez a koncepció, hogy mindig az ellenfelem deckével megyek, úgyhogy szerintem király lesz. Hú, azt hittem hármat fog ütni, azt kellett volna még. Szed szét, nulla hit! Ugye, az hülyeség volt, fireballozni kellett volna, na mindegy. Jó van, nem sokkal vezetek, na léci. Shit. What the... Man, wow. Na jó, mi volt ez a prerocket? Wow! De értitek, hogyha középre raktam volna a lagot így, akkor minden túlél. Vov.
Mi az? Mondd, hogy eltalálja a tornyot. Ez az egy hit. Gyerünk. Gyerünk. Vov. Két fireball lett volna nekem. Bocsánat, hogy nem beszéltem annyit, nagyon koncentráltam. Elég jól játszott a srác. Viszont így egy... nem tudom megmutatni a crown chestet, mert nem kapott olyan semmit. És nem is nyerek, úgyhogy a win-es cuccot sem tudom annyira megmutatni. De most nyerni fogok, és meg lesz a crown chest, megígérem. Hú, hát ezek nem a legjobb kezdőkártyák, az biztos. Nincsen rájtott alkokátra, ott a hugom. Ott ez kinyír az átsen. Na mindegy, akkor egy másik mindenki nekem az is jó. Szép volt. Mivel most használ tornádót, ezért max amilyen van counter, az a barbár. És így van. Ezért fireball. Yes boy. Yes. Úristen, Zap, Ice Spirit legjobb minion killer ever. Látszik, már is ezer élete van a tornyának. Ilyen egy picike csellem volt az egész. Ó. 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 Ha van logja, nincs Zapja, I mean. De van ilyen szarja. Vov. Három muskétás heal, kiégek. Ne. Fúj. Ne, és elhasználtam a fireballt. No. No. Na jó, nem. Yes. Valahogy éljük túl, srácok, léci. Yes, fuss túl. No hit. No way. Ne, félre zeppeltem már megint, ezt nem hiszem el.
Ó, hú, ezt megúsztam. Ha berakja a pokitba, akkor... Úristen, 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 úristen. Amúgy nem érzem azt a plusz HP-t, meg plusz sebzést 12 szintű toronynál, de hú, azért ezek izgi meccsek, srácok, már második döntetlen. Na. Nyomjuk akkor, én azt mondom. Aha. 11-es goblinek, hát az nem nagy cucc. Őszinte legyek. Ott egy princess. Azért ide rakok, mert legalább le tudom fireballozni, hogyha valami nagy gáz van. Ó, és egy késői inferno. Á, nem tudtam még egy hitet kicsakarni. Kicsikarni. Tizenegyes goblin, mert azt jelenti, hogy zeppen viszi. Jó, jó, és jó tudni. Viszont, mivel az infernoja mindjárt elmegy, és valószínűleg nincs még egy, viszont ha Knight-tal nyomnám a Hogridert, akkor az Goblin Gengel szétverné, úgyhogy ezért Archerekkel nyomom. Ő pedig Rocket, viszont egy hit plusz az Archerek, nekem ez így megfelelő. Mhm. Nézzük, mit tudunk kezdeni. Night hátóra. A princess mindig régesít, úgyhogy get wrecked. Az egyes Night. Léci freezeled a tornyot. Nem freezeled a tornyot, köszi. Ez az. A legjobb érzés, amikor a Zeppet viszi a Goblin barájét. Az valami elmondhatatlanul jó érzés, de hogy tényleg. Szegény 11-es Knight, az halott. Három. Fire Spiritek. Érdekes. Hát barátom. Egy hit. Jó, egy, hát jó, egy hit nem rossz. Plusz még itt szépen lassan nyomatom a damage-et a túloldalt is, és már indul a következő pushom a hoggal. És neki nincs infernoja, nincs, de van, de nem. Jó, mert ott vannak a becceim, és a becceim leszették, és a gob, és a zeppen viszi a goblin gengét is. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó. Szuper. Szuper, szuper, hát ez easy. Easy peasy. Mondjuk jó volt. Hát is jó volt, mondjuk. Yes, boy. Na, most megmutatom a Wingoldot. Megint egyet nyertem, csak... Ajj. Itt van 24, naponta 10-et lehet, naponta plusz 3000 gold, tehát ez 21000 gold. Annyira nem éri meg, de jobb, mint ha a shopba vennéd. Hát én megkipróbáltam, hogy milyen. Hú, meg kell szoknom ezt, hogy 12-es vagyok. Mi van? Hm? Miért így csinálsz? Azt ugye ti is láttatok, srácok, hogy ez a miner úgy fél pályáról jött ki, és nem a pálya végéből, de én nem szóltam. Oh shit. Már megint ti. Már megint. Már megint. Nincs elegetek még. Hm. Nem baj, vesztek. Kemény. 50 nincs el. Kill them. Ajj. Ennyi, visszakaptad, haver. Hú, de sokat sebez a fejebb, olyan shit.
Yes, boy. Yes. Yes. Jó. Yes. Lehetszik ki fireball-la. Vagy mi ez a furnace-szel. Kis chip damage az mindig jó. Ez most tényleg az elite barbár a win condition-je? Nek a csávónak? Vagy én ezt nem értem? Megvárnál! Nagyon elitte. A másik kártyát, te mit csinálsz? Vov! Ne, mi volt ez? Jó, hát mondjuk ezt leviszem azt a tornyát, ez nem... Mi? Csoda? .304 azt levitte volna a... Mi volt ez a fireball? Mi volt ez az egy fireball miatt nyert? Nem hiszem el. Mucsó meg, srácok. Nem hiszem el. Hol van ilyenkor a canonom? Hú, nem baj. És no death damage. Hú. Ez hirtelen jöttem, hogy reed spell is balon, hát én ez mi? Milyen világban élünk, srácok? Hol valaki reed spell balon nagyon nyomja. Azt mondja, sudden death challenge-be ezzel nyomod, az oké. Okay. Ott is inkább lumberjack. Tényleg. Aha. Nincs már fireball-ja, mert elhasználta a barátunk. Hát ezt tűnk egyenlőre, szóval ezzel nincs gond. Csak ne miner ezzel. Yes, boy! Yes! Na? Yes, 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 szedjétek le a minipekket úgy, hogy ne kelljen, ne fireball azon létszik. Jó. Jó. Yes, boy! De most már tudjuk, hogy balon freeze rage. Szerintem nincs minerje, szóval én ezt nyugodtan megtehetem. Mit akarsz? Mit akarsz, gyerünk? Ups! Yes. Yes. Na, érezte, hogy elvett. Tudja, hogy most már vesztett. Remélem, akkor hagyja magát. Yes. Nem tudtam leármazni időben, még egy 5 másodperc kellett volna még.
Na nem baj, szerintem ez egy jó videó befejezés, és talán nem, még kettő kell, na mindegy, nem megyek újat. Ezt higgyétek el nekem, lesz még videó ebből, úgyhogy 4 napig. Fireballban sosem elég, srácok, ezt tanuljátok meg. Flying Machine. Hát ez most nem kellett legalább. Ó, plusz. Életemben először extra goldot kapok kártyáért. Legend és Fireball. 28. 37. Ah, csak 37. Nem baj, nem baj. Skeleton barát. Abból is kell videó. És sok Fireball, sok. 28, 37, 46, 55, 85! Oh my god! 85 Fireball egy Giant Chessből. Ez a max bónusz, ezt adom. Ezt nagyon adom. Megérted? Nem is tudom, mikor jött be ez a Fireball Chest. Minden esetre én nagyon adom egy maxos Fireballt. 100 000. És most váltott a... Na jó! Mi ez? Mi ez a nagy bevásárlás, srácok? Nagy bevásárlás van! Legendary chest! Log! Elektrovizet, log! Ez az! 5 per 10! Na jó! Mekkora nagy bevásárlást tartottam! Hát ez nagyon jó! Hát te miért is? Miért is? Mennyi? Jézusom! Ki alig lehet, mert most a 10-es, és már 266 Fireball van. Ez nagyon megérte. Ez nagyon megérte. Ez nagyon megérte. Egy maxos Fireball. Na. Egyszerűen. Hát ez nagyon jó lenne. Úristen. 9-es rokítom a Fireball-on, meg mindjárt 10-es. Na minden srácok, questek. Ó, oh, még ezt is kinyitom, 100-hoz, kinyitom a 100-hoz goldot. Nem kaszt, nem, Fireballt nem adok, bocs. Na szóval srácok, én ennyi láttam volna erre a videóra, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és amely nem vagytok, iratkozzatok fel, valamit kövessetek Instagramon, ahol nemrég meglett a 10 000 követő, bocsánat. Köszönöm szépen, és Facebookon, ahol 15 000-nél is többen vagyunk. Úgyhogy én ennyi láttam volna mára, holnap találkozunk a következő videómban, és csekkoljátok a másik csatornámat, a Playvage-omatot is, úgyhogy holnap tali. Sziasztok!